a mély vízbe akkor kerültem, én a Rajkó zenekarba kezdtem el klarinétot tanulni, és 13 éves voltam, amikor elkezdtem, és 16 éves koromban a Rajkóban volt kiszenekar, egy középső zenekar és egy profi zenekar, és 16 éves koromban bekerültem ebbe a profi zenekarba, és hát ott bekerültem a mély vízbe. Ott meg kellett tanulnom rengeteg számot, új ilyen kodály, galántai táncokat, azok nagyon nehéz klarinét szólók vannak benne, és akkor hát az nekem az elég nehéz volt, ugye 3 év alatt ezeket megtanulni, klarinétosnak ez nehéz dolgok. Öten vagyunk testvérek, aki mind zenét tanul, és volt már olyan, hogy egy színpadon voltunk az egészen, így a testvér és apukám, és ez nagyon nagy élmény volt. Hát remélem még lesz ilyen. A zenekarban a Bűgős az nekem édes testvérem, és ugye itt áll Istennek együtt vagyunk, de szoktunk így járni Hakniba is, így a családdal. Állami művész együttesben. A feeling az nagyon jó. Hát ugye gyerekkorunk óta ismerjük egymást, a próbák is nagyon jó hangulatban zajlanak, szóval semmi feszültség, próbálunk minél erőbbre törekedni, gyakorlunk. Hát ugye itt reggel 9-től délután egy-ét folyamatosan a hangszerrel vagyunk elfoglalva, a zenével vagyunk. Hát hosszú távon, hogy én bízom benne, hogy ez még nagyon sokáig így fog működni, mert teszünk, szerintem mindent megteszünk érte, hogy ez így tovább működjön.